Sziasztok! A mai ez egy szerzeményes videó lesz, vagyis megmutatom nektek, hogy milyen szépségápolási termékeket vásároltam az elmúlt nagyjából egy hónapban. Főként sminkek lesznek, illetve lesz egy-két arc, illetve testápolási termék, valamint hajápolási termékek is. Vegyesen DMS, Mülleres, illetve Douglas-es szerzemények. De még mielőtt belevágnánk, hadd mondjam el nektek, hogy mennyire boldoggá tesz az, hogy újra itt ülhetek a kis kanapénkon, és nyugiban videóztatok, ugyanis az elmúlt nagyjából 3 hétben nem tudtam leülni videózni, mert folyamatosan furtak, faragtak, kopácsoltak, zörögtek. Igazából most, ahogy elkezdtem videózni, megint valami zaj szűrődik be kintről, majd úgyis hallani fogjátok, de nem érdekel, Vince alszik, Lili pedig oviban van, úgyhogy most teljes nyugalomban tudok videózni. Úgyhogy remélem, hogy ti is annyira örültök, mint amennyire én. Hogyha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is. Minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, most pedig nézzük a szerzeményeket. Szerintem nézzük először azt az egy dolgot, amit a Douglas webshopból rendeltem, ugyanis pár héttel ezelőtt volt valami akció, amikor is 20% kedvezménnyel lehetett vásárolni mindent a webshopból, hogyha jól emlékszem. És én már nagyon régóta kinéztem ezt a Clarence SOS Primer sminkalapot, amivel Rach Loves videóiban találkoztam többször is. Ő egy kanadai videós, anyuka, van 2 gyerkőce, és főként szépségápolás témában készít videókat, illetve most már vannak vlogjai is, meg vannak ilyen kajás, meg lifehack-es videói, és egyszerűen imádom a stílusát, mert mindig megnevettet, mindig pörög. Nála láttam ezt a primert, és lenyűgözött, amit láttam. Ugyanis ez egy olyan primer, ami elkendőzi, vagy elhalványítja a bőrhibákat, és ez tényleg így van. Ez a 02-es peach árnyalat, és ennek valóban ilyen barackos árnyalata van, de a bőrön ez igazából egyáltalán nem látszik. Viszont ahogy felviszed a bőrödre, látod, hogy valahogy úgy elhalványul minden, kisimul, egyszerűen jobban néz ki a bőröm, amikor ezt használom. Önmagában is nagyon szeretem használni a bőröm rosszabb napjain, meg amikor mondjuk nem nagyon van időm sminkelni, de ez alapvetően egy smink alap, most is egyébként ezt tettem fel az alapozó alá. Szóval ez egy zseniális kis primer, aki tényleg ilyen bőrtökéletesítő smink alapot keres, annak nagyon tudom ajánlani. Nem olcsó, de tényleg megéri az árát, mert tényleg nagyon szuper. Jöjjenek akkor a DMS szerzeményeim, mert abból nincsen túl sok. Itt van először is ez a Balea Pflegekick arcápoló szérum, amiből, ha jól emlékszem, összesen 3 fajta létezik, és én először nem is ezt akartam megvenni, hanem a kéket. Viszont szerencsére megnéztem az összetevő listát még ott az üzletben, és megláttam, hogy denaturált alkohol van benne, amit nem bír az én bőröm. Erre azt írja, hogy ez egy igazi energiabomba a bőrnek, vitalizálja és ragyogóbbá varázsolja a bőrt, hidratálást és frissességet biztosít, fokozza a sejtaktivitást és üdébbé teszi a bőrt, láthatóan csökkenti a fáradtság jeleit. Ezt már használom egyébként egy pár napja, és nagyon jók eddig a tapasztalataim ezzel a szérummal, annak ellenére, hogy azt hiszem 1200 forintba került, szóval nagyon-nagyon olcsó. Én ezt úgy használom, hogy reggel a hidratáló krémembe cseppentek ebből 2 cseppet, mert hogy ez egy ilyen kis pipettás szérum, és akkor összekeverem a hidratáló krémemmel, és szépen felviszem a bőrömre, és valóban látom, hogy egyszerűen frissebb és ragyogóbb a bőröm utána. Nagyon tetszik ez a szérum, nyilván még nem akarok ilyen messze menő következtetéseket levonni, mert tényleg csak néhány napja használom, de szerintem erről fogtok még hallani. Aztán vettem még a DM-ben a Nature Box márkától egy ilyen barackolajas sampont, balzsamot, illetve hajfénysprét. Ez ugye egy viszonylag új márka, és ha jól láttam, a DM-ben, illetve a Müllerben lehet kapni. Vannak hajápoló termékeik, meg azt hiszem testápoló termékeik, mert mintha a tusfürdőket is láttam volna. Én az elmúlt, nem is tudom, körülbelül 4-5 hónapban a Schwarzkopf Professional Bonacure termékcsaládját használtam, ugye velük együttműködtem, és nagyon-nagyon szerettem azokat a hajápolókat, de én az a típus vagyok, aki azért így időközönként szereti váltogatni
a hajápoló termékeit, és úgy éreztem, hogy most jött el az ideje annak, hogy valami újat kipróbáljak. És ezekre esett a választásom, ezeket is használtam már kétszer, és baromira bejönnek. Hát egyrészt isteni finom barack illata van mindegyik terméknek, mondjuk annyira sokáig nem lehet érezni, de ettől még nagyon-nagyon finom az illata. És azt írja, hogy fényes, puha és táplált haj, nincsen benne ugye szilikon, parabén, illetve szulfátok, vegán termék, 100% hidegen sajtolt olajak vannak benne, szóval, hogy tényleg egy szuper kis természetes termékcsalád, és elképesztően puha utána a hajam, szóval nekem azért így eléggé szöszölős, meg durva tapintású tud lenni a hajam, de ezek tényleg egyszerűen csodát művelnek vele, nagyon puha és nagyon fényes utána. Igazából most így hirtelen ennyit tudok elmondani róluk, mert mondom, még csak kétszer használtam őket, de eddig nagyon bejönnek, szóval szerintem érdemes megnézni őket. Hogyha jól emlékszem, akkor a sampon is, meg a balzsam is talán 1200 vagy 1300 forintba került, úgyhogy szerintem annyira nem is vészes az áruk. Na és akkor jöjjenek a Mülleres szerzeményeim, mert hogy nem fogjátok elhinni, de imáim meghallgattattak, és végre nyílt egy Müller tőlünk 5 percre a Monpartban. El sem hiszem, hogy ennyire közel, mert hogy én már annyira régóta azon picsogtam folyamatosan, hogy itt a környékünkön csak DM van, amivel alapvetően nincs bajom, szeretek a DM-be járni, mert tényleg rengeteg szuper terméket lehet ott is venni. De hát azért, hogy örültem volna, hogyha egy Rossmann vagy egy Müller is van itt a környékünkön. Miután megnyitott, rá néhány napra volt ott az első Müller szombat, amit természetesen kihasználtam, és igazából egy csomó sminket vettem. Szinte csak sminket vettem, más nem is nagyon, de bocsánat, egy tusfürdőt is vettem. Ez egy Neib tusfürdő, mégpedig pink grapefruit és vetiver illatú. Ez abszolút impulzus vásárlás volt, mert hogy mentem a kassa fele, és ott volt egy ilyen polc, ahol ki voltak rakva ezek a Neib termékek, és ez valamiért így... Ez mi volt, úristen? Szóval, hogy megláttam ezt a tusfürdőt, és megszagoltam, és nagyon tetszett, hogy ilyen friss, picit fanyar illata van. Aki esetleg nem tudna, hogy mi ez a Müller szombat, ennek az a lényege, hogy ilyenkor 15% kedvezménnyel lehet megvásárolni gyakorlatilag mindent, egy-két kivétel van csak, amire nem érvényes ez a kedvezmény, illetve nagyon sok például sminkmárkánál vannak még extra kedvezmények is a 15%-on felül, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy én most ennyire bevásároltam sminkekből ezen a Müller szombaton. És hát ami nagy-nagy boldogság számomra, hogy a Monpartban lévő Müllerben kérem szépen vannak Elf termékek, azt hiszem a többi Müllerben még nincsen. Azt azért fontos tudni, hogy itt drágábbak az Elf termékek, mintha mondjuk valahonnan webshopból rendelni az ember, tehát ezt mindenféleképpen érdemes figyelembe venni, de én nem véletlenül akkor vásároltam, amikor ugye volt ez a 15%-os Müller szombat. És vettem egy gyönyörűséges highlightert, ez a Shimmer Highlighting Powder a Starlight Glow árnyalatban, ilyen a doboza. És ezt igazából Tatinál láttam, gyönyörű ez a highlighter, most is ez van rajtam. Ilyen tökéletes highlighter, szóval se nem túl sok, se nem túl kevés. Annyira gyönyörű, hogy ezt nem tudom nektek elmondani. Nincsenek benne nagy csillámok, sőt igazából egyáltalán nincsenek benne csillámok. Gyönyörűséges fénytel, tehát oda vagyok ezért a highlighterért. Elnézést kérek, hogy árakat nem nagyon fogok mondani, de sajnos a blokkot azt kidobtam, ez egy nagyon rossz szokásom. Aztán ugye a Müllerekben lehet kapni The Bond termékeket, és nekem már van néhány termékem a márkától, amiket nagyon-nagyon szeretek, és most szerettem volna venni egy olyan pirosítót, ami egy picit sötétebb, picit májvásabb, szóval egy ilyen ősziesebb, tériesebb árnyalat, és a The Balm Instain pirosítóra esett a választásom, aminek ultracuki csomagolása van, ki lehet venni ebből a kis toppból, így néz ki maga a pirosító, itt van egy kis tükör, nagyon-nagyon tetszik ez a pirosító, tényleg valami ilyesmire vágytam. Én azt mondanám, hogy ez egy matt pirosító, de egy incurka-pincurka ilyen természetes fénye van. Erről nagyon sok jót hallottam még anno, amikor ez megjelent. Úristen, emlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor megjelent ez a Balm Instain pirosító, akkor Emily Noel csinált róluk videót, és ez így tökre megmaradt a fejemben. Vettem még 2 darab Essence ecsetet. Az egyik korrektor ecset néven fut, ez egy ilyen lapos ecset.
de én igazából szerintem lapos szemfestékecsetnek fogom használni. Tök szép ez a fehér rose gold színosszállítás, és ez 275 forintra volt leárazva, és ebből még lejött a 15%, szóval annyira nevetségesen olcsó volt, hogy el se hiszem. És a másik essence ecset, amit vettem, az pedig egy kétvégű ecset. Az egyik vége az egy ilyen kis pufi satíroza ecset, a másik az pedig egy ilyen kisebb fejű, hát szintén lehet vele satírozni, akár így füstösíteni, vagy itt az alsó szempillák tövét kihúzni vele, és nagyon-nagyon puha ez az ecset, szóval ez teli találat. Ez nem volt akciós, de hát ez is pár száz forintba került. Vettem még egy Maybelline Instant Anti-Age Eraser korrektort, mert hogy végre megjelent belőle a harmadik árnyalat, ami az én árnyalatom, mégpedig a 00 Ivory. Eddig ugye két sötétebb árnyalat volt kapható, és sajnos nekem a szemem alá mindkettő sötét volt, úgyhogy nem tudtam oda használni őket, pedig én ezt a korrektort a szemem alatti részen szeretem használni. Úgyhogy most, hogy végre megjelent az Ivory árnyalat is, így természetesen azonnal be is szereztem egyet belőle. Ezt most még nem bontottam fel, mert vannak más korrektorok használatban, de használtam már korábban ezt a korrektort, és nagyon szeretem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végre itt is kapható az Ivory árnyalat. Vettem még egy Real Techniques sminkszivacsot is, mert hogy a Müllerben lehet Real Techniques termékeket is kapni, és erről a kis szivacskáról már nagyon sok jót hallottam, vannak akik erre esküsznek, jobban szeretik, mint a Beauty Blender, nem próbáltam ki, még várat magára, de előbb-utóbb kifogom. Van itt még egy Maybelline Superstay Matte Ink folyékony ajakrúzs a 65-ös Seductress árnyalatban. Ebből nekem van már két másik árnyalat, amit nagyon-nagyon szeretek, és igazából sokat vaciláltam, hogy megvegyem ezt a színt, mert nekem ennél egy picikét sötétebb, picit májvásabb szín lenne az ideális, mert ami viszont ezután van sötétebb szín, az meg már egy kicsit túl sötét. Szóval nekem valahol a kettő között kellene egy, de hát sajnos nincs a kettő között árnyalat. Ettől függetlenül ezt is el fogom használni, mert egyébként nagyon szeretem ezeket a Maybelline Superstay Matte Ink ajakkencéket, mert tényleg nagyon jó az állaguk, ezek matra száradnak. Nem azt mondom, hogy minden nap matt ajakterméket hordok, de most már magamhoz képest relatíve sokszor használok matt ajaktermékeket, és olyankor általában egyébként ezeket a Superstay Matte Inkeket használom. Úgyhogy én mondom, egyébként ez a szín is tetszik, csak tök jó lenne, hogyha lenne egy picikét sötétebb árnyalat. És valaki már megint fúr. És most már csak olyan termékek vannak hátra, mert hogy az van, hogy most rákattantam a szájfényekre, úgyhogy elkezdtem magamnak szájfényeket keresgélni. És az egyik, amit vettem, az a Catrice Dewyful Lips Conditioning Lip Butter, vagyis ez egy ilyen seavajas színezett ajakápoló tulajdonképpen, nevezzük így. És ez egy ilyen kis tubusos, applikátoros szájfény. És ez a 030 Dr. Doolittle árnyalat, és szerintem gyönyörűséges színe van, itt láthatjátok fölül. Azért ez nem az a kis lájtos szájfény, szóval nem az van, hogy ez csak így épp egy kis fényt ad, meg egy lájtos színt, hanem ennek azért úgy van színe, és nagyon-nagyon kényelmes viselet az ajkakon, szóval egyszerűen imádom ezt, olyannyira, hogy aztán megvettem belőle a 020-as Let's Do This árnyalatot is, ami hát inkább egy ilyen barackos szín. Úgyhogy ezeket nagyon szeretem, és nagyon tudom ajánlani nektek, hogyha tényleg egy ilyen hidratáló, ápoló, tápláló szájfényt kerestek, mert tényleg nagyon jók. Aztán vettem még két Rimmel szájfényt is, mert hogy amikor volt ez a Müller szombat, akkor a Rimmel termékekre a 15%-on felül azt hiszem volt még 35% kedvezmény, szóval eléggé durván olcsóan jutottam hozzá ezekhez a szájfényekhez. És korábban használtam már ezeket az Oh My Gloss szájfényeket, és nagyon-nagyon szerettem őket, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ebből veszek kettő árnyalatot. Az egyik az a 330-as Snog. Ez inkább egy csillámos szájfény, de tehát nem olyan csillámok, hogy így érzed a szádon, hogy összedörzsölöd őket, hogy
vannak benne ilyen kis szemcsék, viszont gyönyörű szép csillogást ad az ajkaknak. Én ezt inkább önmagában szoktam használni, de lehet akár más rúzsok fölé is. És a másik árnyalat, amit megvettem, mert az annyira nem volt szerintem jó választás, az a 100-as Love Bug árnyalat, amivel igazából az a bajom, hogy ebben viszont eléggé látszódnak a csillámok, és ilyen fehéres. Na jó, hát ezt nagyon hülye helyre sikerült felkennem, nem tudom, hogy látjátok-e, itt van. Ezzel nagyon mellé fogtam az a helyzet, mert ebben tényleg ilyen fehéres csillámok vannak, és ez valahogy úgy látszik is az ajkakon, amikor felkened, hogy kicsit ilyen fehéres lesz valahogy. Hát ezzel mellé lőttem, na valljuk be, szóval igen, ezt nem kellett volna megvenni. Aztán itt van még a L'Oréal Infallible 24 órás ajakrúzs, ami egy tartós ajakrúzs, két lépéses. Itt ezen a felén van a szín, amit applikátorral kell felvinni. Ez van egyébként most az ajkaimon. Ez a 214-es Raspberry for Life árnyalat. Felvitted a színt, akkor pedig utána van itt egy ilyen kis balzsam tulajdonképpen. Ezt kell felvinni második lépésként. Ez ad egy kis fényt, meg táplálást, hidratálást, és ez egy nagyon tartós ajakrúzs. Szóval, ha tényleg tartós ajakkencét kerestek, akkor ezeket nagyon tudom nektek ajánlani. Én aztán megvettem belőle egy másik árnyalatot is, ez a 111-es Permanent Blush árnyalat. Illetve egyébként ebből nekem van még egy harmadik is a korábbi verzióból, mert hogy ezek most megújultak és új színekben lehet kapni. Szóval itt láthatjátok a két színt. Tényleg gyönyörű színek és nagyon-nagyon tartósak. Szóval én nagyon szeretem ezeket, hogyha tényleg szeretném, hogy hosszú órákon keresztül tartson a rúzsom, akkor ezeket használom. Ja, és ezt majdnem elfelejtettem, vettem egy Essence I Love My Brushes esettisztító gélt is, amiről igazából semmit nem hallottam, csak eszembe jutott, hogy ki kéne tisztítani az eseteimet, és megláttam ezt, úgyhogy gondoltam, teszek vele egy próbát. Na most ezen azt írják, hogy elég egy cseppet használni, mármint, hogy minden egyes ecsethez egy cseppet. Hát egy kisebb szemfesték ecsetnél valóban elég belőle egy csepp, de mondjuk egy nagyobb ecsetnél, mondjuk egy púder ecsetnél, vagy főleg egy alapozó ecsetnél azért több kell belőle, mint egy csepp. Viszont egészen jól tisztít. Hát ahhoz képest, hogy maximum 1000 forintba került, nagyon jól teszi a dolgát, és tényleg már legalább 25-30 ecsetet kitisztítottam vele, és így érzem benne, hogy olyan, mintha alig használtam volna belőle. Úgyhogy ha esetleg ti is kerestek valamilyen ecsettisztító folyadékot, akkor szerintem ezzel érdemes tenni egy próbát. És ezzel el is fogytak a szerzemények, amiket szerettem volna megmutatni nektek. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen írjatok kommentet, például, hogy ezek közül mi az, amivel szeretnétek látni mondjuk smink videót, vagy részletes tesztet, vélemény, vagy igazából írjatok bármilyen kommentet, mert minden egyes hozzászólásnak nagyon-nagyon örülök. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!